27. alkalommal gyűltek össze a Szent László elnevezésű települések lakói hagyományos találkozójukra. A különleges eseménynek ezúttal a Maros megyei nyárát Szent László adott otthont. 27. alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Szent László települések találkozóját, ezúttal nyárát Szent Lászlón. Az esemény közel 3 évtizedes története alatt szoros kapcsolat alakult ki a települések lakói között, így minden évben nagy az érdeklődés a találkozó iránt. A Szent László Települések Baráti Szövetsége 1996-ban alakult meg a névadó király nevét viselő 15 Kárpát-medencei településsel, a lovak király életének, példájának, emlékének őrzésére. Ez a szövetség megalakulását a szerb-horvát háború okozta horvátországi Szent László településnek a támogatására hozott létre, de akkor ráébredtünk, hogy jó lenne, hogyha ezeket a találkozókat minden évben más településeken megszerveznénk, hisz ezzel is közelebb kerülünk egymáshoz, megismerjük egymás szokásait, egymás tájegységünknek a vonzását. Kovács Sándor nyugalmazott polgármester szerint az elmúlt évek során rengeteg emléket szereztek a résztvevők, valamint egyre több barátság alakult ki a települések lakói között. Nagyszerű településeket ismerünk meg, ahol talán életünkben sosem mentünk volna. Nem hiszem, hogy a nyárat Szentlászlóra feljutottam volna, hogyha nincs ez a rendezvénysorozat. És gyönyörű településeket ismerünk meg, a természeti szépségeit, az épített szépségeit, tehát a települések mindig bemutatkoznak a kicsitől a nyugdíjasokig, és érték családok, egyének között, hivatalok között szinte napi kapcsolat létesült. A kétnapos eseménysorozat kiemelkedő pillanataként leleplezték a Szent László településeknek emléket állító márványtáblát a nyárát szentlászlói református templom udvarán.